Sziasztok, csoda szép reggelt kívánok, ez itt a Zsolt & Zsolt Spirit péntek reggeli magvas gondolatok sorozatának következő része. Jó reggelt! Látom, megérkeztek az első fecskék. Folytassuk a sorozatot. Elindult az elkötelezettség sorozat, és belevágtunk egy jó kis témába. Jó reggelt, Kata, mennyi kávés részét kaptam. Hát, akkor egészségünkre. Szóval indult az elkötelezettség sorozat, és jó pár részt végigvettünk, ami kifejezetten a célokkal kapcsolatos volt, és köszönöm az együttműködést, mert nagyon-nagyon-nagyon jó közönség, társág vagytok, voltatok, lesztek, és nagyon szépen vittük végig, tehát csomó jó visszajelzést kaptam, úgyhogy örülök, hogy ennyire bejött a téma. Most végig kezdtek összegyűlni, küldjön nekem egy egyest, tehát nyomj egy egyest a készüléked, és küldd el, légy szíves, hogyha úgy érzed, hogy kaptál legalább egy jó gondolatot eddig az elkötelezettség sorozatból. Várom az egyeseket. Tehát mi is az a sorozatnak a lényege? A sorozat lényege az, hogy kicsit összerakjuk azt az egyik városi legendát, kicsit körbejárjuk a témát, kicsit átgondoljuk, hogy kell elkötelezettség mondjuk a megvalósításhoz, a célok, a tervek eléréséhez. Nagyon sokszor hallom azt, hogy hú, nagyon fontos, hogy lelkesek legyünk, hú, látom, jönnek az egyesek, szuper, akkor legalább egy gondolat volt. Nyomj egy kettes közben, hogyha legalább két jó gondolatod volt. Sokszor hallom azt, hogy elég, ha lelkesek vagyunk, elég, hogyha belelendülünk, meg hú, ez tényleg működik meg, és a többi. Ez oké, ez teljesen így van. Én számtalan szóval megfigyeltem magamon azt, hogy elmegyek egy jó rendezvényre, kaptam a hármas nyomot egyből, hogy elmegyek egy jó rendezvényre, meghallgatok egy jó anyagot, megnézek egy jó inspiráló témát, olvasok egy jó könyvet, találkozok valakivel vagy valakikkel, ugye most már megint visszatérnek a vérkeringésbe az offline rendezvények egyre nagyobb mértékben, és az ember inspirált lesz, lelkes lesz, motivált lesz, és wow! És akkor úgy megcsinálunk mindent. Biztos volt már veled. Biztos, hogy volt már veled ilyen, hogy ez úgy oké. A kérdés az, hogy meddig tart. Ugyanis, ha csak a lelkesedés elég lenne ahhoz, hogy megcsináljunk valamit, ha csak ez lenne hozzá, akkor minden egyes ember, aki kijött valaha bármilyen rendezvényről, elolvasott, megnézett, konzultált, bármit történt, akkor az nincs sikeres lenne. De mégsem így van. Ugye az első elkötelezettségi nagy szándék az az, hogy az ember egyáltalán ránézzen arra, hogy hello, változtatni kéne valamin. Hogy úgy gondolja, hogy csinálnom kéne valamit. Úgy gondolja, hogy valamit hozza ki magamból. Oké. A következő, amikor elkezdünk a célokkal foglalkozni, hát ez egy jó nagy elkötelezettségi játék volt most ez a 15 nap alatt 20 új cél. Ugye múltkor írtátok, hogy milyen sok célt sikerült leírni. Figyelj, kérlek, ne hagyd abba, jó? Tehát ez nem azt jelenti, hogy na, eddig volt a célírás, innentől életünkben ezzel nem foglalkozunk. Dehogy nem. Tehát ahogy jönnek, ő ír bele. Nekem azóta is folyamatosan jönnek be az új és újabb célok. És fölvittem 500 fölé, nagyon érdekes volt, hogy hol voltak a holdpontok, de ugyanúgy írok hozzá, mert mindig jön valami. Mindig jön valami, és ez egy olyan klassz dolog. Szóval az is kell elkötelezettség. És elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol kifejezetten fontos az, hogy ezekből a célokból hogyan lesznek tervek, és hogyan lesz belőle akció. Tehát most ez a gondolatmenet indul el velünk, jó? A céloknál végigmentünk azon, hogy leírtad a célokat, kategorizáltad, időrendi sorrendbe tetted, mellírtad, hogy miért fontos számodra, valószínűleg megcsináltad már a célfalad, a célkollázsodat, talán megcsináltad már ezt a kis felvételt is magadnak. Légy szíves, küldj nekem egy hármast, hogyha már csináltál célfalat, elkezdtél ezzel foglalkozni, hogy a jövőben jön magaddal beszélsz, tehát van célfalat, tettél ki képeket, és a többi, küldj egy hármast. És jön most az, hogy oké, most akkor ebből valahogy össze kéne hozni valamit. Először is javaslom, hogy ezeket a célokat, amiket beraktál magadnak, a miért mellé, írjál oda, légy szíves, amelyikhez tudsz egy anyagi, pénzügyi olyan keretet, egy olyan összeget, ami valószínűleg kell ehhez. Ha nem vagy benne biztos, inkább, hogy most melyiket ír, inkább ír a magasabb összeget. Jó? Tehát vegyük figyelembe, hogy esetleg mozdulnak az árak, változnak a körülmények, inkább ír magasabb összeget. Inkább tervezünk bőségesen. A tervezésnél ez egyik legfontosabb dolog, látom, jönnek a háromsok, szuper, örülök. A tervezésnél ez egyik legfontosabb dolog az, hogy engedd el a
engedd el a fantázia részét. Én teljesen hiszek abban, hogy a bőség univerzumában élünk, és rengeteg mindent meg lehet teremteni. Szó szerint. Hogy kitalálsz valamit, hogy megcsinálj valamit, és úgy szépen elkezd körvonalazódni. Még egyszer tenni kell érte, nagy félrejtes legyen. Tehát ahova tudod, írd oda a pénzügyi részeket, hogy ez milyen összegbe kerülne, milyen plusz bevétel kellene hozzá, és a többi, és a többi. Tudom, vannak olyan célok, amik nem vagy nehezen számszerűsíthetők. Tehát ha neked van egy spirituális célod, bármi, akkor gondolj bele abba, hogy az mondjuk, hogy ezt megvalósítsd, mondjuk mennyi időre van szükséged. Ahhoz, hogy ez az idő meglegyen, tehát mondjuk naponta igényel egy plusz órát, mondtam egy példát, naponta igényel egy plusz órát az életedből, hogy azt a spirituális célt, fejlődést, tanulást, bármit meg tudj valósítani, azt az életmódváltást, azt a családdal levést, teljesen rád bizony, mi az a cél részből, az az egy óra, az honnét vehető ki? Anélkül, hogy egyre kevesebbet aludnál. Tehát honnét tudod megszerezni az időt? Honnét tudsz időt venni magadnak? Tehát ha neked van egy fő tevékenységed, és a networkinget másod tevékenységét párhuzamos tevékenységként végzed, honnét tudsz időt elvenni? Ha ez a fő tevékenység a networking, vagy egy fő tevékenységű vállalkozó vagy, és még mással nem foglalkozol, honnét tudod az időt úgy kivenni, megteremteni, hogy ez megszülessen? Jó? Mennyi pénzbe kerül ezt az időt megvenni? Nagyon egyszerű példa, mondjuk szeretnél egy órát szerezni magadnak, és ennek az a megfelelője, hogy valaki helyetted megcsinálja a házi munka egy részét. Valaki helyetted ezt, azt, amaszt megcsinál. Tehát lehet a családtagra is rátolni ideiglenesen, az is jó megoldás, de lehet, hogy neki is vannak ugyanis saját cél, és nem biztos, hogy pont az, hogy fölírja mondjuk a pár, hogy az a vágyam, hogy amikor a drágámnak kell plusz egy óra, akkor én mosogatok helyette. Tehát nem biztos, hogy ezt írta föl magának a saját fizetébe, ha csinált ilyet. Úgyhogy mi lenne, hogyha valakit esetleg arra alkalmaznál, hogy ezt a dolgot megcsinálja? Hogy egy órát nyerjen. Vagy ezt csinálja, vagy azt csinálja. Mibe kerül ez? Tehát kezdj egy kicsit gondolkozni rajta. Hűha, hát ez ilyen bonyolult. Hát persze, oké, tehát szeretnél egy szép autót, ez tök jó. Mondjuk van egy anyagiasabb cél. Mibe kerül, hogyan kerül, és a többi. Jó, hát miért nem lehetne úgy megvalósítani, hogy a cég fizesse helyettel egy autóösztönzővel, de akkor is van egy bekerülési, van egy fenntartási, van egy biztosítás, és a többi. Tehát írj el hozzá létszeres ilyeneket. Szép összege fognak kijönni. Na most hallottam egyszer egy nagyon jó mondást, hogy a számok az elme cukorkái, tehát imádunk számokkal dolgozni, mindig is ilyenek voltak, gondolj bele, a három kismalac, a hétfejű sárkány, a kilencfejű sárkány, van egy csomó ilyen dolog, tehát vannak ilyen jó kis számok. Kezd el leírni a számokat, nyugodtan kér benne segítséget, ha lakadsz, tehát szerintem a segítőd mentorod biztos, hogy örömmel fog ebben segíteni, és amikor ezek a számok megvannak, akkor ha ezt ezzel a tevékenységgel, a networkinggel, a forever networkinggel szeretnéd megoldani, akkor kezdj el melléírni olyan szinteket, olyan programokat, olyan forgalmakat, olyan struktúrát, bármit, ami ahhoz kell, hogy ez meg tudjon valósulni. Ez egy nagyon érdekes játék. Ugyanis, ha felmutatsz egy terméket, nem biztos, hogy a fej, az agy, a szellemed összeköti ezt azzal, hogy nekem mit kéne megcsinálni hozzá. Egyszerűen így működünk. Én emlékszem, amikor annak idején indultam, ugye 24 mint 24 éve, annak idején indultam, a Zsoltinak mondtam egy-két olyan dolgot, hogy mit és hogyan szeretnék megcsinálni. És azt mondta a szponzorom, hogy jó, oké, akkor nézzük meg, hogy nem mondom neked, hogy a marketing tervben ez milyen szinthez van mondjuk ez a bevételi szint rendelve. Én azt mondtam, hogy szeretném lecserélni egy idő után a munkahelyemet, ugye az elején volt, oké, azért tök jó, mennyi a munkahelyi bevételed, hogyan akarsz cserélni, miként akarsz cserélni, milyen átváltásnál, tehát hogy hányszorosat szeretnéd megtermelni, és a többi, és a többi. És ezt elkezdtük letervezni. Ránéztünk, oké, elnéz, hogy hol van az üzleti tervben az, ami nekem ahhoz kell, hogy ez megtörténjen, és akkor volt egy konkrét cél, hogy mit kell megcsinálni. Na most, nyilván ez egy nagyobb ugrás volt, hogy lecseréljek egy munkahelyet.
ha arról beszélünk, hogy pulzbevitelre van szükség, vagy ugye elkezdem megteremteni, akkor a kisebbeket is ugye meg lehet tervezni. Múltkor beszéltem egy friss munkatársammal, volt egy-két olyan dolog, amit ilyen egy-két hetes, egy-két hónapos, tehát viszonylag rövid időn belül megvalósítható cél tud lenni. Számszerűsítettük, hogy az mit kell csinálni, és akkor kvázi leterveztük az ehhez való utat. A tervezés részében feltétlenül kér segítséget, főleg ha ismeretlen területet tervezel. Én amúgy is kérnék, hogy a mentorod így nézzel rá, hogy oké, ha most ez van, akkor mi a helyzet. Ugye volt egy időbeniség a céljaidnak, hogy rövidebb távú és a többi, tehát fel tudunk menni. Én üzleti célba elmentem 2029-ig. 2029-ig csináltam előre üzleti tervezést. Van, ami ezen is túl nyúló, de ami mondjuk szintekhez hasonlóhoz történik. Azt úgy előre futattam az egészet. De ezt még folyamatosan írom, hogy mindig eszembe jut hozzá valami olyan megközelítés. Jó? Tehát ezt rakd be úgy valahogy. Nem egy könnyű dolog. Tényleg nem egy könnyű dolog. Viszont ha elkezded sorba rendezni, akkor abszolút jól működik. Az anyagiasabb dolgokkal viszonylag egyszerűbb a helyzet, mert viszonylag könnyen megtervezni, mert tudod, hogy mennyibe kerül, hogyan kell összerakni. A többinek picit molyolni kell. Úgyhogy házi feladat a következő. Küldj nekem egy ötöst, küldj nekem, légy szíves, hogy eldöntötted magad, hogy ezt most nekiállsz és megcsinálod. Előveszed a célokat, büszkén ránézel arra, 10-20-30-50-100-200-300, akárhány cél, amit leírtál, ugye be van most már kategorizálva valahogy, időben és sorrendben van, és hogy ne kindulsz, megcsinálj. Küldj nekem egy ötöst. Oké, jönnek az első ötösök, nagyszerű. Mindenképpen kérj benne segítséget, főleg még egyszer, ha ismeretlen területről van szó. Átadjalni, átgondolni, és a többi. Nem kell veled túl sokat molyolni, nem kell megtervezed most a 10 év múlva levő dolgot, csak egyszer írd mellé, hogy mi kell ahhoz. És akkor megvan egy irányvonalad, kinek mennyi időre sikerül ez, fél év, egy év, három év, öt év, amikor ezek így megvannak, akkor önnek az, ez következő pénteken lesz, csak hogy rakd be hozzá, milyen szint, hogyan, mikorra kell, kicsit arról beszélünk, ez az a következő dolog, hogy a tervezésnek a gyakorlatba öntése, hogy a tervekből hogy lesznek akciólépések. Jó? Úgyhogy örülök az ötösöknek, örülök, hogy eddig is velünk tartottatok ebbe a jó kis sorozatba, jövő héten folytatjuk. Nyilván jönnek a hétvégi programajánlók, jön a hétfői 5 perccel okosabban, jönnek a szerdai interjúk, és jövő héten pénteken egy hét múlva találkozunk, és nagyon jó lesz. Előre mondom a tervezésbe, hogy március 5-ét nagyon jól tudod használni. Ez a csapatunknak és a velünk tartó csoportoknak egy megújulás start találkozó lesz. És mondom előre, amikor tervezést csinálod, hogy akkor tedd belőle, hogy március 5-én ebben plusz megerősítéseket kapsz. Addig is csoda szép hétvégét, és jó tervezést kívánok. Sziasztok!